világ már csak olyan, hogy akkor rúg az emberbe, amikor a legnagyobb szüksége van arra, hogy valaki megsimogassa őt. Ezen nincs mit csodálkozni, hiszen mindennek oka van, még annak is, hogy szarnapod van. A probléma inkább az, hogy ezek az okok már meggyengítettek, és ez előbb vagy utóbb összeomláshoz vezet. Amikor fáj az egyik lábad, akkor automatikusan a másik lábaddal leveszed róla a terhelést, ezzel viszont túlterheled az egészségedet. Ha nem érkezik időben segítség, vagy nem oldódik meg a probléma, akkor viszont két lábad fog fájni. Valahogy így vagyunk ezzel az életünkkel, és az azt körülvevő dolgokkal. Ezt az egészet úgy kell elképzelni, mint egy épületet, amelynek szerkezete van, hogyha valamelyik eleme meggyengül, amelyik tartotta az egészet, akkor a többi tartó elemek fogják átvenni ezeket a terheléseket. Ez sokáig eltarthat, hiszen a szerkezet nem egy-két lábon áll, hanem sok olyan ponton támaszkodik, amely megtartja az egészet. Viszont minél több tartópont ki fog esni ebből a folyamatból, annál jobban felgyorsul az egész folyamat, egyszer csak elér egy kritikus pontot, hirtelen omlik össze az egész szerkezet. Hát amikor szarnapod van, pontosan ezt a folyamatot éled meg, egyszerre fog jönni a baj. Ilyenkor szinte már mindegy, azért ha tudsz, dolgozz a problémán, ha kell, akkor feküdj le egy órára, ez az az időszak, amikor felméred, hogy mit lehet tenni, és nagyjából megnyugszol, hogy valamilyen első lépést azért mégiscsak tehetsz. Az is lehet, hogy menekülnöd kell a szituációból, van, hogy nem tudsz mit tenni, de akkor se tegyél olyat, hogy nem teszel semmit. Ebben az esetben már túlélési stratégiára van szükséged. Amit esernyő modellnek nevezzük, azért nevezzük így, mert csak akkor használod, amikor esik az eső, és nyilván nem mész ki az esőre, ha nem kell. Tehát ez nem egy építő folyamat, amelyet te építettél föl és folytatsz, hanem ez rád kényszerült, és valahogy meg kell élned benne, sőt ki kell jutnod belőle. Összeszorítom tehát a folyamat, és elkezdek csinálni olyat, ami feltétlenül szükséges, azért, hogy ne maradjak le, attól függetlenül, hogy valami katasztrófa vagy baj történt velem. Közben gondolkozom, hogy mit tegyek, mi lehet majd a megoldás, túl kell élni az összeomlást, nem szabad vergődni, azonnal cselekedni kell és építkezni. Az emberek többségének pont az építkezés nem jut eszébe, pont arra nincsen erejük, tehát nem fognak bele. A legfontosabb dolog az, hogy menekülés közben is építő jelleggel kell gondolkodnod. Magadra számíts, mert a meggyengült embert maximum sajnálják, de nem segítik. Te sem rohannál be egy összedőlőben lévő házba, sőt, hogyha bent vagy, akkor jobb, ha nem kapod el a gerendát, mert nem fogod elbírni. Majd ha leesett és hagyod ezt, akkor utána arrébb teheted, hogyha kell. Van, amikor nem motiválnod kell magad, hanem összeszorítani a fogadat, és túl kell élni. Közben gondolkozz, tervez, hogy hogyan kezdj újra. Mindig újra kell kezdeni. Van egy napod, és több akkor sincs, ha hosszú az út, amíg minden rendeződik. Magadnak kell fénygyújtani a porfelhős éjszakában.